Az iskoláskorú gyerekek szüleinek az iskola kezdéssel is foglalkozni kell augusztus végéhez közeledve. Hamarosan becsengetnek az iskolákban, így szeptember 1-jére minden tanszernek készen kell állnia az új iskolatáskában az új tanév megkezdéséhez. Rajzlap, egy pár füzet, ragasztó, gyurma. Ez csak pár tétel azon a listán, amelyen az iskola kezdéshez hiányzó tanszerek szerepelnek. Készítettem egy listát, most 3. osztályban megy a kisfiam, úgyhogy szerencsére maradtak ki a tavalyi évről néhány eszköz, úgyhogy nem kell olyan sok mindent vásárolnom. Most ő nincsen velem, de éppen pont azon gondolkozom, hogy itt a toltalatókat kezdtem nézegetni, de most nélküle nem merek vásárolni, mert lehet, hogy nem fog neki tetszeni. De egyébként ami meg olyan, hogy én meg tudom venni, nyilván a lista alapján inkább magam vásárolom be, de persze átgondoltam mindenképpen. Tökéletes. Az iskola kezdés az első szülőknek több 10 000 forintba kerülhet, ám akik már pár éve koptatják az iskolapadot, azoknak segíthet anyagilag, ha újra bepakolják a táskába a tavalyról megmaradt jó állapotú tanszereket. Már csak füzeteket veszek, meg csak szétnézek, vagy két hiányosságot pótolunk már, úgyhogy ennyi. Akkor előre átgondolták, és most csak a kis maradékot vásárolja meg? Igen, mert már most 6. osztályban megy a kisfiam, és már nem fogunk mindenből minden készletet megvenni, hanem összeszedjük, ami van, és ami hiányzik, azokat pótoljuk. Nem fogunk már minden évben mindenből egy egész készletet vásárolni. A legnagyobb tétel általában az iskolatáska. A legdrágább kategória akár 20 000 forintba is kerülhet. A mostani táskánkhoz az 11 000 körül lesz, de ezt azért nem egy-két évre vesszük meg. Ez is csak szerintem ez nagyon megváló. Az iskola kezdésnél nagyon fontos, hogy a gyerekek olyan eszközöket kapjanak, amivel szívesen fognak dolgozni az iskolában. Választottunk füzetet, uzsonás dobozt, meg még sok-sok többi kelléket. Milyen füzeteket választottál, azt mondtad, vettetek már? Hát az egyik kék volt, a másik egy rózsaszín, és a többi piros volt. Bár fontos, hogy a választott füzet kívülről is szép legyen. Azért a szülők is beleszólnak a vásárlásba, hogy belülről is megfeleljen. Számít a véleményük, de természetesen azért én is beleszólok azért, hogy most segítek nekik, hogy mihez mi illik, vagy azért mit tartok megfelelőnek azért, mert ugye ezt 9 hónapig cipelik a hátukon, és azért nem mindegy, hogy ezt milyen súllyal teszik. Mindenki pénztárcájához mérten vásárol. Így van, aki a spórolás érdekében jól megnézi, hol és miként tudna olcsóbban beszerezni tanszereket. Az Erzsébet kártyán vannak többféle zseb, úgyhogy abból tudok vásárolni. Itt a üzletben is vannak ilyen kuponok, úgyhogy azt is felhasználom. Ilyenkor előtte meg szoktam nézegetni, igen, a lehetőségeket, hogy hol tudnék olcsóbban. Szerencsére nem kell nagyon utána járni, mert nem kell olyan sok mindent vásárolnom, de mondjuk 2 évvel ezelőtt, amikor elsőbe ment a kicsi, akkor igen, akkor jobb, alaposabban körülnéztem. Olvasókönyv, első kötet. Nem csak a szülők, de az iskolák is készülődnek már a tanévkezdésre. A tanterm megkicsinosítása után már csak a tankönyveket kell szétválogatni. A Tököliben augusztus 15-én a megbeszélt időpontban érkeztek meg a könyvek. A mennyiséghez képest minimális eltérése, van olyan, amit nem kaptunk, de ez tényleg csak egyfajta könyv, de a nagy összesen az rendben van. Évtizedek óta úgy csináljuk, hogy amikor megérkezik, akkor utána a kollégák szétpakolják osztályonként, és igazából az osztályba fölvisszük, és így lehetővé válik az, hogy az első tanítási nap előtt már, aki oda tudja adni, tehát például első osztályosan hazudtják mindent a nyitó alkalmával, a többiek pedig az első tanítási napon kapják meg. Idén már minden évfolyamon az új kerettanterv alapján készült tankönyvekből fogják tanítani a diákokat. Hasonlít a elmúlt tankönyvek felépítéséhez, bár a anyagok azok teljesen be vannak fordítva, tehát ezért vannak érdekességek ebbe is, de igazából azt gondolom, hogy ez tanulható. Én egyébként, amit szoktam mondani, hogy nem tankönyvet tanítunk, mert a tankönyv meg a munkafüzet csak segédeszköz.
Tehát nekünk a nemzeti tervnek a elvárásait kell ugye elsajátítani a tanulóval, azt kérjük számon, az, hogy aztán módszerbe ezt hogyan, miként végzik, ez csak egy a lehetőség közül. A 2016. szeptemberében kezdődő tanévben először fogja minden alsó tagozatos diák ingyen megkapni a tankönyveket, ám a korábbi rendszerhez hasonlóan az idősebb gyerekek szülei is igényelhetnek kedvezményeket. Természetesen felső tagozatban is vannak kb. 60 tanuló, aki ingyen kapja rászorultsági alapon, de az 1-4 évfolyam már mindenféle papír nélkül ingyenesen kapja a tankönyvet. Azok, akik okosan vásárolnak, akár pár ezer forintból is megúszhatják a tanévkezdést, ám akik mindenből újat, ráadásul a minőségi, drágább kategóriát választják, akár 60-70 ezer forintos is lehet a számlájuk a vásárlás végén.